az úriembe, és imádja az állatokat, és pont jó nekem. Anyukának mondtam, az összes barátnám azt mondta erre a német, ez biztos meleg, ha te nem aludtál vele. És aztán még az végén már ágyba mentem vele, it was a very good surprise, hogy most majd... Jó, meg is meglepetés volt. És kit ért a meglepetés? Én, mert én azt hittem, hogy biztos nem jön az ágyba. Mi a foglalkozása? Egy champagne biznisze van Franciaországban, Pesgő. És ez a kozmetikai cég meg van még? Nekem Zsa? Azt most meg? Istenem megy. Az nem cég, az egy mail order. Postán lehet posta. Rendelni. Az a legnagyobb üzlet Amerikában, a posta rendelés. Az is megvan, és megvan egy olyan egy zirconium, imitáción brilliáns üzletünk is. Az megvan? Zsa Gabor Engagement. Azt elhiszem, hogy van halál sok pénzt hoz be. Azt még a mama kezdte? Nem, ez semmi közel. Saját? Hát ezt egy amerikai company jött hozzám Ohio-ból, hogy akarják rátenni a gyűrökre Zsa Gabor Engagement. Most még a Mrs. Reagan is hordja. Mindenki. Az nagyon jól megy, hát, de a krém megy a legjobban, a Zsa krém. Az milyen? A make-up krém? Nem. Cleansing krém, és reggeli krém, és esti krém. Nem, make-up-al nem. Amerikában annyi a make-up, de annyi firma van. Ez az Estée Lauder, aki itt van a hotelben, az magyar. Kellemetlen asszony, azon féltek el rám, csúnya, öreg, kellemetlen. Apropó make-up, mennyi ezt időt? Ezt remélem, hogy ő meghallja. Meg, én is utálom, nem csak. Hát nem muszáj vissza, hogy ő tudja. A fia, az egyik fiának milliárd, 100 millió dollár kész egy éve, és a fia nagykövet Bécsbe, és ahányszor a fia köszön, még megpukkad, ott van Palm Beachben, mellettem egy ház. Nekem sem egy olyan rosszul, hát olyan jó, mint neki, nem. Jaj, utálom. Zsa, mennyi időt tölt a szépségével? Én nagyon keveset. Igazán. Mindenki ezt mondja, már minden nő ezt mondja. Hát azért minden, de nem vagyok minden nő. Én reggel fölkelek, látnád, hogy rohanok az egész szobában, kis t-shirtbe, kutyákkal, minden nélkül. Aztán, amikor fölépek, akkor kezdte a vacak nyavaját rátenni. Én nem, engem te nem ismersz. Én nagyon egyszerű vagyok, én utálom a sok, ezt a sok gút, ahogy mondjuk. Minél kevesebbet, annál jobb. Én még a krémet, az én krémem nagyon, de még azt is sokszor elfelejtem. Én nem teszek magamra sokat. Szerintem minél kevesebbet, annál szebb lesz velek, az a sok nyavaj az arcom. De az én krémem igaz, abban van még kamomilla téja is Magyarországról. Ennyim igazán jó. De én nem csak sok, én még masszázs sem veszek, pedig kellene, az ember, nincs időm élni. Az én könyvemnek az új címe, egy élet nem elég. One lifetime is not enough. A maga szépségével... Én annyit beszélek, hogy meg ez hülye lesz. Hát nem én nekem kell beszélni. Jó? Na jó, tehát ennyit nem lehet beszélni, pláne nem is fizetsz egy fillért sért, én ezért vagyonokat kapok. Hát én nekem nincs. Magyarországon sor sincs. A szépségen kívül mi kell még egy nőnek, hogy bomoljanak utána? Halál fontos az ész. Példa, a Mohamed Ali, Chicago-ban vagyunk, a Bob Hope csinál egy specialt. Az összes atléta kapja a legjobb, the best athlete award-on. Nekem kellett adni a Mohamed Ali-nak. Mohamed Ali azt mondja, én nem megyek a Zsa-val a televízióra, mert ő nem Mohamedán. És a Bob Hope azt mondja, Zsa-Zsa most mit csinál? Szóval én elintézem. Bementem a szobába, tele volt fekete, nagy férfiak, a bodyguardok, a gyerekek. Szóval Mohamed, te hülye vagy, mondom. Hát én Mohamedán voltam, én török voltam. Szóval igen, nagy hülye. Erre kellek a lássam. Szóval tudom, mi bajod neked. A te taxidod rövid. A micsodája? Taxi, a smoking. Azt mondja, húzd le az ujját. És erre azt mondom, hát most megyünk. Azt mondja, persze, hogy megyünk. Papa, azt mondja, hogy csinált? Azt mondja, semmi, beszéltem el az ő nyelvén. Erre most 8 évvel később az airporton, 6 hónap ezelőtt, 4 találkozott. Azt mondja, Zsa-Zsa, csak téged akarlak el, most még hülye, most már egész hülye szegényke. Igen, most már nem normális. És azt mondja, mondd azért, gondolod az öltönyöm túl rövid. Hát úgy röhögtem, nem felejtett el. Igen. Szóval szexepél az csak, hogyha okos vagy, és tudod, hogy kell magad eladni, ahogy mondják Amerikában. Mert csak szépnek lenni, minden lány Hollywoodban világszép, nem szép, de világszép, mindegyik szexi, mindegyik, ha nincs szép melle, megcsinálja, ha nincs szép borra, megcsinálja, papsia, nem, mindent megcsinálnak. És világszépek. Ez pont, amit a magyar, Miss Magyarország. A legnagyobb hiba a világon, nem Magyarország, a magyarok azok okosak és jól vannak nevelve. Amerikában a legnagyobb hiba, és ezt mondom, Amerikában is nem tanulnak eleget.
egyetemre mennek, és tanulnak futballozni, baseballozni, és nem tanulnak az agyuk. Mert megmondom neked, mert az életben csak egy van, minden napot számít. Kedvencem kiadni pénzt. Kiadni pénzt. Én megkeresem és kiadom. Most vettem magamnak egy 2 millió egy lavas farmot, meséltem, 49 istállóval, és szeretnék itt 2 magyar jól, de csak a legjobbat, mert csak a legjobbat veszem, még férjére is. Itt midiókot nem veszek. Hát most ez a fél nap arra nem lesz elég, hogy ezt kiválasztom. Engem talán ismersz, hogy egy percet veszek egy házat. A farmot 10 percet vettem meg. Kimentem, láttam, lealkottam 100 000 dollárt, és megvettem. Én mindent így veszek. Így is megyek férhez. Én, ha nekem valami tetszik, én megveszem. Ha nem jó, akkor eladom. Ha nem jó, férj, elválok. Hát akkor köszönöm. Hát szervusz, én nagyon örülök, hogy megismertek, de nagyon okos vagy. Egyedi Zoltánra emlékszel? Hát én akkor még nagyon... Én is, hát igen, de az egy... Tudom, mi mind a ketten akkor még nagyon kicsik voltunk. De az jött, az kérlek alásra, az jött ki Amerikába, és az a hajmás illetve. És a Karádi Katalinnak, ugye ő... Karádi, anyukának egy barát. We take it off, mi leveszünk. Hát ezt én mindenhol leveszem, az egész, mert most itt nem vegyem. Na jó, várj ezt. I dance for you here in the sun and the rain, the very next year beside the river sea.